fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot, itt eszméltél magadra, és itt volt mindig. Keszthelyi Zsolt, az intézmény történelem szakos tanára beszélt az előadásról, amit az iskola kórusának éneke színesített. Ez egy olyan darab, amit a magyar szakos kollégám kimondottan ennek a korosztálynak írt. Igazából ez róluk szól, és összeköti azokkal a 176 évvel ezelőtti eseményekkel, ami mind a mai napig fontos számukra, hiszen ezek nem történtek volna meg, akkor mindaz, ami jelenti ma a polgári államunkat, a mai nemzeti öntudatunkat, akkor ezek nem lennének. A pedagógus inspiráló beszédet tartott a műsort megelőzően. A forradalom, majd a szabadsággal teremtette meg azt a modern polgári nemzeti eszmét, melynek része lett minden magyar. Származástól függetlenül nemes és egykori jobbágy, gazdag és szegény, magyar és az ország nemzetiségei. A darab játékos formában közérthető módon próbálta megszólítani a diákokat, a mai fiatal korosztályt. Most, hogy Fricék megint elvették Attitól a 10 órait a nagyszerepben, megálmodta, hogy csapatot szervez és legyőzi a német szakörös bandát. A megemlékezés rámutatott, hogy a békéről, szabadságról és egyetértésről alkotott eszmék 176 év távlatából sem koptak meg.